Barcel és Kollár Károly Opel Astrával. Sziasztok! Lassan mondhatjuk, hogy jó estét, hiszen lement a nap, de hát ti korán fogtok holnap is kelni. Egy kicsit mentálisan is hangolni kell erre a korai kelésre? Nem szeretünk sokáig aludni, de hát most ez a feladat, ezt kell megoldani, úgyhogy nem hiszem, hogy probléma lesz ezzel. A hűvös hideg aszfalt? Valahogy meg kell hoznunk vele. Lapó a gumi. Val. Neki vágnak és megoldják. Reményei szerint a holnapi feladatot. Thank you.
Amiért természetesen srácok kupát kapnak. Ötös kategória bajnokaként érkeztetek Egerbe, és most egy másik helyen gyarapodik a gyűjteményetek. Marci, milyen volt ez a verseny számotokra? Hát igazából nagy problémáink nem voltak. Az első gyorsaságitól az egyik hátsó lengés csillapító megadta magát, ez okozott egy kis nyugtalanságot, amúgy egy-két ilyen apró megúszás, ilyen lassító előtti kicsi forgolódás volt, de amúgy semmi, úgyhogy ennél rosszabb versenyünk sose legyen, és akkor boldogok leszünk mindig. Oké, és mi is boldogok leszünk, hogy ott lesznek a versenyeken. Köszönjük szépen, Karesz, gratulálok, Marci, gratulálok egy fotóráját össze, és várunk szeretettel titeket a következő futamra is. Deák Henny, Henrietta, akik igen-igen komoly eredményeket autózva, abszolút első helyeket repesztve érkeztek meg most ide hozzánk, de sajnos csak...